Mennyit tud fejlődni egy nő a fekvőtámaszkodásban 2 hónap alatt? Erre a kérdésre kerestük a választ 3 bátor hölgyel, akik beleegyeztek, hogy részt vesznek egy 6 hetes kihívásban. Hetente 3-szor kellett fekvőtámaszkozniuk, ráadásul a játék nem volt tét nélküli. Azért nem mondtam előre, hogy nehogy visszafogjátok magatokat, mert azt fog nyerni, aki a legtöbbet hozzáad az eredetiéhez, tehát aki a legtöbbel többet csinál. És hogyha te leszel az, akinek a legtöbbel több lesz, akkor annyiszor 1000 forintot kapsz, ahány darabbal több lesz. Tehát ha 30-al több lesz, akkor 30 000 forint. Szkeptikus vagyok, így magammal kapcsolatban, nagyon, de pont ezért vágtam bele, hogy na most majd kiderül. Hajrá! Gazdag leszek. Nagyon jó. A felmérőkkel indítottunk, természetesen ezt hamarabb megtettük, mint hogy elmondtam volna nekik a pénznyereményt, hogy senki ne fogja vissza magát az elején, hogy esetleg később emiatt legyen jobb a fejlődése. Nagyon jó. Mennyi lett? 30. Nagyon jó. Jó, megvan? Na most mehet a feszítés. Ez a 31. Na, ez is 31, jó, szimmetrikus vagy. Derekadat is megmérjük. 81. Na, ezt viszont le kell venni. Kis vetkőzés. Gyerünk! 30 cm. Feszíts! Ez is 30, jó. Szimmetrikus vagy, nagyon jó. 87. Haló, haló. Elsőként akar. És mehet a feszítés! Ja, már feszítem. 29. Jó, ez is 29. Jó, szimmetrikus vagy. 74. Vera még viszonylag új ebben a sportban, így a fekvői kezdetben nem voltak teljes tartományúak, de attól még nagyon helyesen tette, hogy csatlakozott a versenybe. Szilvi úgy az egyik legerősebb nő a tanítványaim közt, hogy nagymama. 2 percig tud kézállni, és könnyedén cipel kezenként 44 kilót. Patri a legelszántabb, mert télen-nyáron kint edz velem, ha esik, ha fúj. Szerinted ki fog nyerni? Én nem tudom eldönteni, hogy kinek szurkoljak jobban. 3 edzést kell megcsinálnom, ami körülbelül ilyen 2-3 percig tart, úgyhogy nagyon könnyű volt beiktatni a hétköznapokba, bármelyik nap, bármelyik szakaszával lehetett csinálni. Az edzés még az elején könnyű, talán az utolsó fekvőtámaszokat volt nehéz kinyomni, de sikerült eddig. Én egy ilyen naplóba vezetem, és kipipálom, ha kész. Na, hello! Végeztem én is az első heti adaggal, a kihívásból. Elégedett vagyok magammal, mert jobban ment, mint amire számítottam. Az a cél, hogy közelebb kerüljön a talajhoz a mellkasom. Az eddig szinte lehetetlennek tűnt, és most ennyi gyakorlat után már kezdem azt érezni, minthogyha ez mégiscsak elérhető cél lenne. Most már egészen motivált vagyok, úgyhogy várom a következő heteket, és hajrá többieknek is. Nem érzem még nehéznek, viszont tök jó ez a rendszeresség. Nem csak az edzésben, hanem itthon is, hogy ezt meg kell csinálni, meg kell csinálni. Úgyhogy csinálom. Nehéz. Most már nehezem. Az elején nagyon vártam, nagyon lelkes voltam. A pihenő napokra tettem, aztán az később éreztem, hogy egy kicsit azért fáradtabb vagyok néha. Néha recseg ropog a vállam, de egyébként csinálom becsületesen. Az idő múlását szerencsére nagyon jól jelzi, hogy Vera minden egyes videójában beköszön és kiköszön. Na, hello! Lezárult a második hét is. Én valamiért ezen a héten alapból nagyon enervált voltam, úgyhogy emiatt megmondom, ez szinte nehezebben ment. Nyilván most már az ismétlés számokat is növelni kellett, úgyhogy volt kisebb-nagyobb nehézségeim. Várom a következő alkalmakat, hogy mivel kell még szembenéznem. Sziasztok! Túl vagyok a 4. héten. Most már nehéz volt. Most már az 3 kör közül a legelső az már nagyon sok. Nem is tudom, hogy tud-e többet csinálni ennél. De azért már meglátjuk. Sziasztok! Véget ért a 3. hét is. Az az érdekes, hogy meg lehet ilyenkor figyelni nagyon jól, hogy egy-egy hét elteltével is mennyi különböző hangulatot megélhet az ember. Ugye én első héten nagyon belelkesedtem, nagyon jól is ment, bár ugye akkor volt a legkönnyebb is. Azután
valamiért nagyon enervált voltam, ami miatt nehezebben ment, és akkor ez a hét pedig valahogy úgy alakult, hogy én nagyon szétszórt voltam, és be kell, hogy valljam, hogy az egyik edzés a három közül ki is maradt. Egyébként bepótoltam. Az első ilyen kihívás volt az életemben, amit ezt így ilyen jellegű. Volt olyan is, hogy csak este 10-kor került sor arra, hogy teljesítsem. Kihagyás nem volt, végigcsináltam az egészet. Hát bevált szerencsére a módszerem, hogy előre beírtam a naptáram, majd mely napokon fogom csinálni ezt a három alkalmat. Vannak napok, amikor azt érzem, hogy egyértelműen fejlődés alatt vagyok, és sokkal jobban megy, és erősebb vagyok, de vannak olyan napok is, amikor meg éppen gyengének érzem magam, és alig tudom kipréselni az utolsó sorozatot. Észrevettem, hogy mindig egyre többet beszélek, úgyhogy most már rövidre fogom. Hello! Az utolsó körfekvőket fogom megcsinálni. Nagyon izgi. Az első körben a maximális ismétlést fogom csinálni. Ti kíváncsi vagyok, hogy fog menni. És ennyi. Felveszem, hogy fekvőzök. Nehéz volt, de még vonatom van. Úgyhogy többet fog tudni csinálni. Ez van. Még kettőt megcsinálok. És akkor kész a challenge. Puszi! Úgy alakult, hogy a felmérőre a 6. hét után nem tudtunk sort keríteni, ezért mindenkinek még 2 hét eltelt, így jött ki a 8 hét. Szeretettel üdvözlünk itt, olyan, mint a Jim Carrey-nek az egyik filmjében, amikor interjúztatja azt az öreg mamát. Most éppen esik az eső, de lejárt már a fekvő kihívása, tehát muszáj lesz felmérnünk. Talán könnyebben fog menni, még ennyi kihagyást utálni is, mint a legelején. Abban szinte biztos vagyok. Jobb fog-e menni, abban nem vagyok. Tehát akkor mondjuk arra gondolsz, hogy a forma javult, meg szebb lesz, igen. Esetleg mélyebb, igen. De ne, darabra nem lesz több. Igen. De amúgy nagyjából ez is volt a célközelésünk is. Vera a fekvőtámaszai sokkal mélyebbek lettek, az első néhány szuperformával sikerült, aztán már elkezdett hullámozni, de még így is nagyságrendekkel jobb, mint kezdetben. A munkájának meglett a gyümölcse. Fárasztó, igen, a végén már, de sikeresen teljesítettem, úgyhogy erősödtem ezáltal mindenképpen, illetve tapasztaltabb is lettem. Talán megtippelted előre, hogy a döntő Szilvi és Patrik közt fog zajlani, hiszen mindketten igen erősen indítottak. Szilvi 25, Patrik 30 fekvőtámaszt csinált legelőször. Gratulálunk! Jó, itt a vége! Képzeld el, hogy te nyerted a fekvő támasz kihívást 8 ismétléssel! Tudod, hogy mire fogod költeni azt a 8000 forintot? Majd elmegyünk enni belőle egy. Woohoo! Íme a végső objektív eredmények, a képernyőn láthatod őket.